A teljes foglalkoztatottság elérésének érdekében a kormány 2021. április 15-től ismételten meghirdette a közfoglalkoztatásból a versenyszférába programot. A teljes foglalkoztatottság elérésének érdekében a kormány 2021. április 15-től ismételten meghirdette a közfoglalkoztatásból versenyszférába programot, amelynek keretében a versenyszférába munkát találó közfoglalkoztatottak 45.600 forint elhelyezkedési juttatásba részesülhetnek havonta. Az erre vonatkozó kérelem a kormányhivataloknál is online is benyújtható. A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszú távon fenntartható módon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha minél több új adófizető munkahely jön létre, és ha azok, akik képesek és készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni, megfelelő segítséget kapnak az elhelyezkedésükhöz. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a kormány továbbra is előkívánja segíteni a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalását. A az intézkedés célja, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését. A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban egyfajta bónuszban részesül. Minél hamarabb lép ki az egyén a közfoglalkoztatásból, annál több támogatásra lesz jogosult, mivel a közfoglalkoztatásból hátralévő időre kapja havonta utólag a támogatást, amelynek havi összege 40 5600 forint. Elhelyezkedési juttatásra jogosult az a közfoglalkoztatott is, aki mezőgazdasági idény munkában vesz részt. Ezen támogatás napi díjazása 2000 forint, ez egy hónapra akár 62 000 forintot is jelenthet. A programra 2021 április 15-től 2021 december 31-ig nyújtható be kérelem a területileg illetékes járási fővárosi kerületi hivatalokhoz. A támogatás iránti kérelem a munka.hu felületen is benyújtható. Részletesebb felvilágosításért kérjük át a támogatások igénybevételéhez készült hirdetményt, illetve forduljanak a járási hivatalok munkatársaihoz.